Jó napot kívánok, üdvözlöm nézőinket! A fogászati rendelők további működéséről beszélgetünk ma. Újra nyithatnak a fogorvosi rendelők, de akár csak más szolgáltatások esetében itt is rendkívüli szabályozások lépnek érvénybe. A hivatalos közlönyben május 11-én megjelent rendelet a fogorvosi rendelők szükségállapot alatti működését szabályozza. Tulajdonképpen május 14-éig érvényes előírásokat tesz közzé, és hogy miért volt fontos most a szükségállapot utolsó napjait rendezni a fogászati kezelések esetében, kérdezem dr. Herman Őrstől, a Hargita megyei fogorvosi kamara elnökétől, akit Skype-on köszöntök. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kicsit furán hangzik, hogy megjelenik egy új rendelet, ami tulajdonképpen néhány napig érvényes. Igen, a lényeg, hogy megjelenik. Tehát nagyon örvendetes, hogy létrejött, egy kicsit késve, de lehet, hogy még lesz ilyen vészhelyzet, vagy ilyen állapot, amikor alkalmazni kell, és akkor a lényeg, hogy lesz egy törvényes kerete az egésznek, amit alkalmazni lehet. Tehát eddig például 2 hónapja tart ez a vészhelyzet, és eddig az országos kollégiumnak a javaslatai szerint igazodtunk, tehát ahhoz a szabályrendszerhez igazodtunk. Az is egy kicsit szigorúan értelmezték, tehát nem feltétlenül ragaszkodtak a katonai rendelethez. Egy kicsit egyesek szerint néha lehetetlen helyzetbe is hozva a fogorvosi szakmát, azok, akik dolgozni szerettek volna, és esetleg elég jó körülményeik lettek volna. Mert hogy törvény szerint megtehették volna? Törvény szerint elméletileg igen. Igen. Viszont mi is itt helyben konzultáltunk járványügyi és fertőzős orvosokkal, és nekik is az volt a véleményük, hogy csökkenteni kell a rendelőknek a számát. Tehát, hogy mindenki azért nem dolgozhat, mert a szórás veszélye a vírusnak sokkal nagyobb lesz, mint ha egy helyen dolgoznának. Nagyjából egy ideális helyszínt kellett például, mint helyi szinten találjunk, ahol esetleg több szék is van, több helyiség, és ez az összes protokoll, amit a szabályrendszer előír, ezt be tudjuk tartani. És a másik, hogy összefogtuk az erőforrásainkat, csoportosítottuk, és anyagokat, tudást, mindenféle információt ezekbe a rendelőkbe koncentráltunk. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi történik a szükségállapot után. Mi május 13-án rögzítjük ezt a beszélgetést, mi az, amit ma lehet tudni a következő periódusról? Hát ugye 2 hónapja tart ez a vészhelyzet, és az utolsó 3 napban került a normatíva kidolgozásra a törvény. De valószínű, hogy ez lesz alapul véve a következő időszakban is. Tehát azt, hogy május 15-én valószínű a vírus nem fog tovább állni, hogy azt mondja, hogy megnézi, hogy hányadika van, és akkor én mentem. Tehát ez csak egy dátum. Ugyanazzal az elővigyázatosság kell legyen, és talán éppen nem annyira szigorúan, de nagy körvonalakban szerintem ehhez kell igazodni, ehhez a törvény szabályozáshoz. És akkor mondjuk el, hogy igazából mi szerepel ebben a törvényben? Rendben. Telefonos konzultáció. Tehát mindenki telefonon kell bejelentkezzen. A helyszínen megjelenés az nem ajánlott. És akkor telefonon már kikérdezik a pacienst, és egy ilyen kérdőívszerűséget már kitöltenek. Megkérdezik, hogy járt-e külföldön, érintkezett-e koronavírusos beteggel, láza, tühögése van-e. És miután ez megtörtént, és úgymond átment a vizsgán a paciens, akkor lehet programálni. A gyanús eseteket, azokat speciális, a közegészségügy által speciálisan engedélyezett rendelőkbe lehet fogadni. Tehát megjelenik a paciens, az asszisztens nyitja ki az ajtót. Elméletileg ez is benne van. A kilincseket fertőtlenítjük, a paciensen, ha nincsen maszk, akkor maszkot adunk rá. Úgy megint megtörténik egy kikérdezés, kitölt egy ilyen úgynevezett triázsnak egy ilyen szűrővizsgálatos kérdőívet, egy beleegyezési nyilatkozatot, és azután
hőmérséklet mérődik, és akkor van egy ilyen 37,5 fok, ha alatta van, akkor sor kerülhet a kezelésre, ha nem, akkor elhalasztódik 3 napot a kezelés. A 3 nap múlva ugyancsak hőemelkedéssel jön vissza, akkor teljesen elhalasztódik a kezelés. És akkor van ilyen, hogy 65 éves vagy krónikus ilyen rizikófaktorral rendelkező pacienseket a nap elejére tesszük, vagy aki esetleg kissé gyanús, azokat a nap végére. Tehát ilyen. Jó, hát már a megjelenéskor a fogorvos is lehet, hogy egy kicsit furcsán fog kinézni. Hát ilyen... Teljes védőfelszerelést kell, hogy viseljenek? A fogászati beavatkozások nagy része az aeroszol képződéssel jár. Tehát be kell öltözzünk vagy egy kezes lábasban, mint a méhészek, vagy a búvárok, vagy a űrhajók, űrhajósok, ahhoz hasonlítanám. Kell egy ilyen arcvédő legyen, kell speciális, vagy normál maszk, a lábat is kell védeni, tehát egy ilyen lábzsákba is kell. Van, amikor dupla kesztyű ajánlott, tehát nem egy kesztyű, hanem többet is fel lehet az orvos. Ilyen többet is vannak. Tehát sokkal körülményesebb lesz minden. Hogy látja az adott feltételek között a fogászati rendelőknek a további működését? Vagy hogy meddig kell ez így tartson? Hány beteget tudnak ellátni? Hogyan befolyásolja mindez a helyzet? Egyrészt ugye a betegellátást, másrészt a fogorvosoknak a napi munkáját. Valószínű, hogy csökken a paciens létszám. Mármint azért is, mert kell egy kezes lábas az asszisztensnőnek is, kell az orvosnak is, sőt a paciensre is lehetséges, hogy köppenyt kell adni. Mindháromra kell hajvédőt, maszkot ugye, amit cserélni kell folyamatosan, és hát például 30 lej legalább egy ilyen egyszer használatos kezes lábas, amit esetleg mindig cserélni kell. 2 kezes lábas plusz egy paciens köppeny, akkor már egy 70 lejnél tartunk, és ez védőfelszerelés, ez fogyóanyag. Tehát ezen kívül mi még rengeteget be kellett fektessünk a speciális, tehát a levegőfertőtlenítésre, meg a fertőtlenítő anyagok is sokkal jobban fogynak. Hát, és ez a pluszköltség igazából kit fog terhelni? Tehát ez a pluszköltség olyan 70-150 körül van megítélésem szerint, szerintem egy 100-as, ami minden kezelésnél valószínű, hogy megnöveli a beavatkozás. Tehát ez, ha az állam nem segít, akkor a paciensre kell ezt hárítani. Tehát a jó hír ebben az egészben az, hogy újra nyithatják a rendelőket, de hát tulajdonképpen elég nehézkesen fognak tudni dolgozni, és többe fog kerülni a fogászati kezelés. Mi figyelemmel követjük a helyzet alakulását. Én egyelőre megköszönöm szépen, hogy bekapcsolódott a műsorunkba, és válaszolt a kérdéseinkre. Viszont hallásra! Köszönöm szépen a meghívást! Nélkülönöm. Kedves nézőink, itt ér véget mai adásunk, én köszönöm figyelmüket, vigyázzanak magukra, a továbbiakban is kerüljék a zsúfolt helyeket, viszontlátásra!